II. Világháborús megemlékezésekkel telt a francia köztársasági elnök németországi látogatásának második napja. Emmanuel Macron, aki vasárnap érkezett Berlinbe feleségével, 24 éve az első francia államfő, aki hivatalos állami látogatást tesz Németországban. A német államfő Franz Walter Steinmeier a II. Világháború utáni német alkotmányozás 75. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségekre hívta meg a francia elnöki párt. Eredetileg tavaly júliusra tervezték ezt a látogatást, de a Párizs környéki zavargások miatt végül el kellett halasztaniuk. Emmanuel Macron nem titkolt célja, hogy szorosabbra fűzze a két ország hagyományosan rivalizáló viszonyát. Erről tárgyal majd háromnapos látogatása utolsó napján kedden a német kancellárral, kormánya pedig a német szövetségi kabinettel egy Berlin melletti vendégházban.